Sziasztok! Ez az előző kompresszoros, mézelvevős, szöktetős kompresszoros, mézelvevős videónak a folytatása. Most mutatom meg azt, hogy hogy lehet kitolni kompresszorral, vagyis hogy néz ki a kaptár túloldaláról, amikor kifújatom azokat a méheket, amelyiket nem sikerült még leszöktetni. Ugyanis nem hagyták ott a mézteret, mivel még nem volt elég idejük, hogy lemenjenek. Gyorsan felveszem hozzá a kesztyűmet. És már mutatom is, hogy hogy néz ki. Szépen meghordták ezt is. Felállítom élére a fiókot. Maradt ebbe is azért jócskán, méhecske. Kiveszek egy keretet. És átlapozom és lefújom. Ezt félrerakom. És gyors átpörgetem a leszöktetett fiókot, hogy ne maradjon rajta méhecske, hogy holnap nyugodtan tudjuk kezdeni a pergetést méhmentesen. Kíváncsi vagyok én is egyébként a felvételre, mert én se láttam még, hogy hogy néz ki ez a másik oldalról. Gyorsan átlapozom, visszafelé is, a maradék néhány méhet lefújom róla. Így néz. És akkor már rakom is a helyére. Vagyis most nem rakom a helyére, mert nem ér el addig a vezeték, de felraknám egyébként ide, és akkor itt is hatosával felpakolom, aztán amikor végeztem, akkor szépen behordom, és holnap reggel már lehet kezdeni a pergetést. Egyébként annyit akartam mondani, hogy ugye a hátránya ennek az egésznek, hogy nem olyan nagy nyomású, nem halad annyira, de viszont annyira talán nem töri a méheket, mint hogyha mondjuk egy nagyobb nyomású lomfúvóval csinálnánk, mondjuk azzal haladósabb. Rengetegen csinálják úgy is, én így is most próbáltam először, eddig úgy néz ki, hogy beválik, aztán annyira szerintem igazából nem töri, viszonylag méhkímélő, valahogy el kell venni tőlük a mézet. Ennyit szerettem volna mondani, ja, meg még a hátránya ugyanaz a lombfúvóssal szembe, hogy az egy benzinmotoros, általában a lombfúvó készülék, azt egy vándortanyán, vagy esetleg ha valakinek nem otthon van a telephelye, mint nekünk, ugye nálunk itt van hálózati áram, de ha nincs, akkor kell hozzá egy agregátor, úgyhogy ez így elég macera, meg kellemetlen egy vándortanyán is mondjuk, úgyhogy ez ilyen részmegoldás igazából nem a legjobb, de ez van, ezt is bemutatom, hogy ilyen is van, így is lehet csinálni. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok!